Tudod, Laci, a legtöbben még abban reménykedünk, még mindig, hogy nem igaz ez az egész. Hogy egyszer csak fölbukkansz valahol hátul, arcodon széles mosolyjal, és azt mondod, na jól van, srácok, tudtam, hogy számíthatok rátok, köszönjön, sokan eljöttetek. Aztán gyorsan elmesélsz egy anekdotát, hogy mondjuk ültél a fészekbe, hirtelen megjött Alfonzó, a régi öreg haver, éppen egy temetésről, te meg megkérdezted, na milyen volt? Tényleg azt mondja, nagy siker, háromszor is leengedték a koporsót. Hát ilyenek voltatok. Szabad bohócok. Kinevettétek azt a borzasztó és gyönyörű 20. századot, amiben az életünk legfontosabb éveit töltöttük. Amikor megszülettél, pápa mellett egy kis faluban adásztevelem, éppen bekvártéjoztak egy tankra való német katonát az udvarotokba. Úristen, ez maga a történelem, világháború. Aztán a forradalom. 56-ban, 12 éves kiskölyökként ott voltál a rádió ostrománál. Persze csak kíváncsiskodtál, kapkodtad a fejedet a lövések közben. Aztán meg kimentél, hogy láthasd a Sztálin szobor ledöntését. Egész életedre az a szabad vagány maradtál, akit kamaszként befogadtak a köztársaság téri galeribe. Betyárbecsület, és ami a szíveden, a szádon. Megtanultad, mi a törvény. Hogy aztán, mint a mesében felkapjon a 60-as évek csodálatos vihara a zene. A rock and roll, hogy elhiggyük a nagy szédületben, csak azért is lehet szabad az ember. Akkor is, ha a világ másképp akarja. Az maradtál mindig, aki voltál. Egy szabad, nagyszájú srác a térről. Tel is tele életörömmel, energiával. Ismerted a bölcsmondást. Merj élni, meghalni mindenkit. Éltél át nagy kanállal, két végéről égetve a gyertyát. Tudjuk, hogy utáltál temetésre járni. Nem mentél ki még a önszeretett Várkonyi Zoltán búcsúztatására se. Pedig amikor artistának álcázva Resszel pici becsempészett a Vígszínházba, ő volt az, aki kézzel fogott. Micsoda embereket ismertél. Csak keleseknek mesélted el, hogyan korhelykedtétek végig a Váci utcát borzalmatos módon Latinovicsa, nyáspolgárok őszinte megdöbbenésére. De még az ő temetésére sem mentél el. Utáltál koporsók mellé tolakodni. Te mindig jó távolról a lelked mélyén búcsúztál el a barátaidtól. Bocs, ne arra, hogy most ennyien itt vagyunk. De nem sajnálkozunk, ne félj. Csak a szépre emlékezünk. Tudjuk, nem akartad soha, hogy bárki szenvedve és megtörve lásson. A orvosod is elmondta, tartottad magad a legutolsó pillanatig. Még elmentél fodrászhoz. Hát nem szeretted volna, hogy az utolsónak szánt interjú nem a legjobb formában lássam. Belevetted a sérót. Kinyittattad vasárnap csak neked a kedvenc fodrászodat, hogy senki más ne tudja, ne lássa, hogy miből is varázsolja át utoljára a hajadat. Aztán búcsúzva az élettől végigkóstoltad az összes kedvenc fajtát. Otthon megbirkóztál egy kis apróra vágott sült hússal, és kértél hozzá abból a kovászos uborkából, amit még te tettél el a nyár. Aztán, micsoda szerencséje, a sorsnak igazi futballbolondként, igaz nagy fájdalmakkal küzdve, pedig láthattad, hogy végre nyer a csapat. Ki más, a törökök ellen. Nagy fájdalmak ugyan már. Mosolyogva táncoltál át egy másik világba, miközben nagy szerelmed, a másodszor is feleségül vett Krisztina simogatott. És a mennyből az angyalt énekelte. De még bizonyára győztes meccset láttad magad előtt, mert boldogan mosolyogva utolsó szavaid ezek voltak. Kiabáltál a fiúknak, a győztes csapatnak. Gyertek ide! Köszönjük, Laci, a dalokat meg mindent. Tőled tudjuk, hogyan él és hogyan hal egy igazi magán.